Az augusztus 12-i nagyobb tűzeset óta szinte megállás nélkül folyamatosan füstölög az adai szeméttelep. Forgatócsoportunk még csak közel 15 percet tartózkodik a helyszínen, de ez is bőven elég volt ahhoz, hogy megtapasztaljuk azt az égett szemétszagot, amivel az adai lakosok már évek óta küzdködnek. A helyiek elmondása szerint a probléma évtizedekre nyúlik vissza. Kicsit türelmetlen vagyok én is, meg mindenki más, mert ez nem úgy néz ki, hogy meg lesz oldva hamarosan, nem is lesz könnyű megoldani, mert itt nagyon nagy tömegű hulladékról van szó, ami nagyon veszélyes állapotban van. Tele van gázokkal, parazslik lent a mélybe, tehát ezt nagyon komoly technikákkal lehetne megoldani, de ideje lenne elkelteni. Többen azt mondják, hogy szándékos gyújtogatás lehet az oka. Valakik bejárnak a szeméttelepre, talán guberálni, vagy nem tudom, és hogy felgyújtják. Azt nem tudom, hogy ez miért jó egyébként. Én ennyit tudok, nem tudom, hogy, tehát nem tudom azt, hogy ez igaz-e, vagy hogy spontán gyulladásról van-e szó, a szárazság miatt, a nagy meleg miatt, minden esetre ég. Mit tapasztal az adai szeméttelep kapcsán? Hát, hogy elég sűrűn füstör. Én mondom, személyesen mi felénk ott a Csekár utcába nem, nagyon ritkán érezzük. De emellett mondom, a gunarasiakat nagyon sajnálom. Ott már más a helyzet. Hát, ez ott van közel hozzájuk. Még vannak moha ismerősöm, ők is érzik. Mióta áll fenn ez a probléma, mit tud? Hát, ez már nagyon sok éve. Nem hivatalos értesüléseink szerint a szeméttelepen kialakult tüzeket már nem lehet vízzel oltani, csak földdel. Ott jártunk kora, a standard kommunális közvállalat munkatársai kamionnal szállították a földet a helyszínre, hogy megfékezzék a még fennálló problémát. Felkerestük Ada község polgármesterét, aki nem kívánt a témában nyilatkozni, a standard kommunális közvállalat igazgatóját pedig többszöri személyes és telefonos megkeresés után sem sikerült elérnünk.